Egyszer egy fiatal szamuráj felkeresett egy zen szerzetest. Tisztelettel köszönt és elmondta, hogy azért jött, hogy megkérje a szerzetest, mondja el neki mi a menny és mi a pokol. Te akarod tudni, mi a menny és a pokol? Te, aki saját ruháját sem tudja felvenni normálisan? Te, aki saját kardját sem tudja tisztán tartani? Koszos és mocskos vagy. Így mersz elém állni? Szégyenhetnéd magad. A szamuráj arca elvörösödött a méregtől. Szemében gyűlölet lángja lobogott. Teste remegett az idegességtől. Egész lényét elöntötte a düh, a gyűlölet, a harag. Előrántotta a kardját, hogy leszúrja a szerzetest. Ekkor a szerzetes megszólalt. Ez a pokol. A szamuráj hirtelen elengedte a kardját. Gondolatok kavarogtak a fejében. Elszégyelte magát, mert megértette a szerzetes szavait. A hála és a meghatottság könnyei csorogtak végig az arcán. Ez pedig menj, mondta a szerzetes.